Gergő, 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 és te mit tévül le? Mit tudsz a szellemekről? Milyen szellemekről? Ez alpadlás, ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Én is nevezök itt áll a padlás. Hol tartottam? Eldöntöttem, hogy a padlás darabban biztosan szeretnék játszani. Íme a föld. Sose lehet tudni, hogy hol van a fent és nem. A karakterek azt keresik, hogy végre valaki segítsen nekik, hogy eljussanak végre az örökre szépen bolygójára. Mindannyian fel akarjuk fedni, mindannyian meg akarjuk érteni, hogy hova tűnünk, mivé leszünk, mi célja az emberi létnek. Kezdjük a pókhálókkal. Szóval az 5. emeleti padlásra megérkezik 4 szellem, akik azt a kikötőt keresik, ahonnan a révész átviszi őket a túlvilágba, és ez nagyon szép metafora, mert hogy a padlás az a hely, ahol az emlékeinket fölrakjuk, eltesszük, és tehát a szellemek is azt a helyet keresik, ahonnan ők emlékké válhatnak, ahol emlékeznek rájuk, és az örökre szépek bolygójára, az emlékek bolygójára átkerülhetnek. De mi arról nem beszéltünk, hogy mit két szerepet játszom? 3 évet vártam egy ilyen szerepre, aminek már úristen, hát megkaptam, és aznap így nem tudtam aludni, és annyira jó volt. Hát én nagyon örülök, hogy ezt a szerepet játszhatom. Lámpásnak a fő eszköze az egy lámpa. De mit gondolsz a lámpáról? Mit jelent az a lámpa a lámpásnak, mert nevét is erről kaptam? Hát bányában dolgozott, és bányában sötét van. Mip, mip. Rádiós és Sünni mind a kettő egy nagyon-nagyon más karakter, de mégis van egy közös bennük, mind a ketten furák. Sünni egy nagyon-nagyon művész lélek. Átrágtam magamban azt a karaktert, és rájöttem, hogy igazából a fele én vagyok. Ez a rendezés, ez sokkal frissebb és úgymond modernebb. Igazából most az én interjúm van, úgyhogy légyes, ne pofázzál bele, köszönöm. Igen, itt vagyok, köszönöm. Mi volt a kérdés? Rádiós egy sokkal intellektuálisabb alkat, és ebben a rendezésben egy, hát nevezik kockának. Egy kockát sikerült kihozni belőle. A Rádiós egy igazából, hát kocka. Valahogy tényleg hasonlít egy hentesre, de hát végülis egy hóhérről beszélünk, aki neki elvileg az a dolga, hogy kivégezze az embereket. Ha mind a ketten a lámpás szerepét játszunk, ez egy kicsit szelepúrni, ostoba, lökött, mogorva, törpéről szól. Gergő, mit tudsz te a szellemekről? És Süni. Mit akarok Süniről mondani? Szeretem Sünit. Igen. De Sünit mindenki szereti. És a rasztahaja mi van? Imádom a rasztahaja. Az a legjobb az egész darabban, amikor így dobálom, minden oda, annyira jó.